Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi fontos 2023. november 15-én? Én elgondolkoztam azon, hogyan tudnám közvetíteni azt, hogy mi várható a jövőben. Naponta egy ilyen napi horoszkópot elemezni szerintem nem olyan fontos. De ha látok valamit a napi horoszkópban, ami felhívja az én figyelmemet is, és úgy érzem, ez fontos lehet számotokra, hiszen ez segíthet, hogy odafigyeltek bizonyos eseményre, tudjátok azt, hogy mi várható, akkor ezért van ez a felvétel, hogy ezeket a fontos eseményeket előre közöljem veletek, az indiai számítás szerint, tehát az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon-nagyon precíz számítás, megbízhattok benne. November 15-én Mars bolygó kapcsolatban van mindkét hold csomóval, és ez kivált kármikus témákat. Mars bolygó jelentheti a mi erőnket is, tehát kihat ránk, hölgyekre is. Az indiai számítás szerint Mars bolygó a mérleg jegyében van, tehát aktiválja azokat a témákat, amit a mérleg jegye közöl. Kell a belső egyensúly, egy szép környezet, béke, a harmónia, kihathat művészi területekre. Itt igazságról is szó van gyakran, és szimbolizálja a párkapcsolatot. Tehát a fő téma az tényleg a párkapcsolat. Mivel Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat, ez inkább a férfiakra fog kihatni. Ez lehet a társad, lehet a testvéred, lehet a főnököd, lehet egy kolléga. Tehát a környezetünkben különösen a férfiakra hat ki ez az energia, ez a kármikus téma. Kétú az a lefele mozgó kármikus csomó, utal a múltra, utal az érzelmekre, lehet, hogy arra is, hogy ez a férfi most kicsit befele tekint, kicsit visszahúzódó. Kétú az a szűz jegyéből hat, tehát itt rendezi ez a férfi a dolgokat, különösen ami a múltját illeti, különösen ami az érzelmeit illeti. Azon kívül itt van gyógyító erő, tudja rendezni a dolgokat. Ez a kapcsolat Mars bolygó és Kétú között, ez egy jó kapcsolat. A háttérben ott van Vénusz bolygó, hiszen Vénusz bolygó szintén a szűz jegyében van az indiai számítás szerint. Tehát mi hölgyek ott vagyunk a háttérben, ez kihat ránk is, de ennél a férfinél érezhető intenzíven, hogy mennyire fontos, hogy rendezze maga körül a dolgokat, különösen, ami az érzelmeit és a múltját illeti. Az is lehet, hogy itt most lezár bizonyos témákat. Mars bolygó Rahuval is egy kapcsolatban van, ez egy úgy nevezett kvinkunks aspektus. Én ezt úgy tudnám elmagyarázni. Képzeld el, hogy mutatok neked egy ingát. És megkérdezlek, mondd meg, hogy melyik irányba fog ez az inga kimozdulni. Annyi biztos, hogy kimozdul. Te nem tudod, hogy balra vagy jobbra, vagy melyik irányba. És pontosan ez érezhető most a férfiaknál. Rahu az mutatja a jövőt, az úgy kifele kibontakozik, és jelenti a változásokat. Ez a férfi tudja, hogy lesznek változások, de nem tudja, hogy milyen irányba. Lehet, hogy bizonytalan még,
vagy még nincsenek komoly döntések, még nem tisztázódtak a dolgok. Ráhú az a halak jegyéből hat, a halak jegye a víz eleméhez tartozik, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket, tehát a jövőt illetően ez az új irány, ez a változás kihat a férfi érzelmeire. De ő még kicsit bizonytalan, mert nem tudja elképzelni azt, hogyan tudná megvalósítani az álmait, a vágyait, az elképzeléseit, hiszen a halak jegyénél erről is szó van. Ez volt a fő téma ebben a napi horoszkópban, és én úgy gondolom, ez fontos lehet számotokra. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!